Nem tudom, mik ezek a hangok. Szerintem megpróbáltam megfordulni azok, akik eddig lőttek téged. De ők most hol vannak? Mögöttünk. Szerintem ők idegesek. Sem tudják, hogy hol vannak, de valamiben nagyon belementek. Üvegpoharakat szállítanak. Ja. Ezt az rángatják. Aztán, és pont most látom meg ezt a rohadékot, hogy szállítjuk ezt a sok üveget. Igen. Pedig mentem volna visszaváltani őket, pazd. Mennyi pénz lett volna ebből. Hú, azt jól megkímelted azt az árus bódéját. Az oszlop, de jó helyen volt. Stílusosan parkoltam. Na, hol vagy, Monk? Szerintem az ongorán nem... Nézi a szép festményt a falon. De ezt miért nem ő mondja meg nekünk? Igen, szóval miért nem az volt, tehát, hogy... Hat emberen keresztül átmegy ugyanaz az információ, és csodálkoznak, hogy ki tudta ezt meg? Ki, van besúgó köztünk? Tehát, hogy minél több embert vonz be, annál nagyobb az esély, hogy lebuksz. Idióták. Szóval miért nem az volt, hogy még ott Clemens a... Hogy te, Tom Hagen beszélni akarod. Ó, Sonny! Jó sok embert fogunk együtt megölni, Sony. Mielőtt téged is megölnek. Spoiler! Már azt már elmondtam az első részben. Nem mondtad! De. Nincs szerencsém a kedvenc karakterekkel, mert a Luca a kedvencem, aki az első, aki meghal. És a Sony a másik kedvencem, akik a film közepén ölnek meg. Arról is beszélve, hogy igazából a film kispoilerezte, amit én mondok, mert hát igen, egy több évtizedes film beszélünk. Hát jó. Bár csomó nézve írta, hogy a végigjátszásuk hatására kezdte nézni a filmeket. Az jó. Jó híje. Most mit akar tőlem ez a kurva családnál? Na. Pilliniót meg kell megölnünk, és hogyha fölgyújtjuk élve... Tehát Molotov. Aha, akkor kapunk plusz 7500 dollárt és plusz 10.000 respektet. Ami nem lenne egy hátrányos dolog. Na, őt menjünk megölni, vagy mondjuk a... Most ki... És te mi a faszt akarsz tőlem? Ó, tudom, hogy melyik misszió jön. Jó vagy rossz? Nem rossz. Na szóval, misszió vagy gyilkolás? Legyen gyilkolás most. Gyilkolás. És ez a fasz hol van? Hell's Kitchenbe, ja. Nincs is messze. Hát Midtownban vagyunk. Midtown Madness. Az. Bazd meg. És az mit csinál az a rész? Ez mire van? Mi? Azok a kis belső dolgok. Ja, hát tudod utálni, hogyha úgy aznod kell. Nem tudom. Egyszer voltunk apámmal, vett egy autót, egy jeepet, és le akartunk menni Rómába együtt. Az volt a terv nyáron, de az osztrák olasz határnál ketté tört a hátsó differenciálmű az autóval, tehát nem mentünk le Rómába. Viszont ez a olasz autópályán történt, és az olasz autópályákra azt kell tenni, hogy kibaszott sok alagút van az olasz autópályákon, és pont egy olyanba esett szét, és ott Olaszországban ott még ilyen kártyás, vagy ilyen fizetős rendszer van, tehát hogy ott ilyen tiketeket veszel. Uh-huh. És hogyha... Aj, itt nem jövünk be. Jó. Tehát megvettük, tehát megkapod a tiketet, és amikor lemész az autópályáról, akkor kell fizetni. És akkor a tiket erre rá van nyomva, hogy te mikor azt mentél föl. Azt a bárt elfoglaljuk gyorsan. Aha. És akkor... És az alapján számolja ki, hogy mi a helyzet. Az elég istenesen megölte azt az embert.
Azt is. Szóval az volt a lényeg, hogy ugye szétesett a hátsó differenciálmű, kértünk egy autót, hogy segítsenek nekünk, stb. És el tudtuk vászrogni egy kútra, mert emlékezett apám, hogy nem messze, amikor eljöttünk, akkor volt ott egy kút, és ott hátra tudnak segíteni, meg nem tudom. És tulajdonképpen meg kellett fordulni az autópályán, ami ugye nem egyszerű Olaszországban. De ahogy mondtam, Olaszországban rengeteg ilyen alagút van. És az alagútakban vannak ilyen lyukak, amik le vannak zárva olyan szalagkorláttal, de nem végig. Aha. És azokon át tudtunk így ilyen S-alagba így kacskaringozni, és úgy át tudtunk menni, visszafordulni. És amikor ráraktak minket a trailerre, a benzinkúton, ugye mentünk le az autópályára, és odaadtuk a jegyünket, és azt vették észre, hogy nulla, hogy nem kell fizetni semmit, és így nem értették, hogy így, mi a fasz? És akkor ott leálltak velünk ott izélni, hogy ezt hogy csináltak, és mondtuk, hogy hát volt az alagútban egy lyuk, fel megfordultunk, és mondták, hogy ez, de az nem arra van. És kérdeztek, hogy de akkor mire? És nem tudták megmondani. De azt mondták, hogy az nem arra van, hogy megfordul az autópályán, de hogy mire, azt nem tudták megmondani. Na, ennek az embernek az volt a gyengéje, hogy ha pisztolyt használsz, úgyhogy most térd előttem. A szar. Elég szarnapja van. Tehát ezt lábban lőttel. És most ütöm. Ütöd. Még pénzt fogsz tőle elvenni, és még lenyúlod a boltját is. Igen, szóval most elveszek tőle azonnal a pénzt, és utána azt a pénzt minden héten még fizetni is kell nekem. És még felrobbantod a széfét is. Igen. Nem a legjobb napja, szóval... Not the best day of my life. Volt már jobb is. Mi védve vagy? Úgy tüdőn is, de az a jó. Tudod, hogy a védelmedet most nyírtam ki, mielőtt elkezdte téged fenyíteni, úgyhogy már nincs védelme. 1200-nél állj le. Na jó. 50. Most. Jó. De már belelőttél a lábába. Belelősz a térdébe, és utána eltöröd a lábát. Hát én nem tud normálisan állni. Egyből visszaesett, amit nem szegény. Tartottam. És még ez kasszáját is. Ó, de miért baseball ütőt hoz egy pisztolypárba? De volt is pisztolya. Szart vett elő is, nem tud kiigazodni a játékot. Ja, nem ezt a fegyvert akartam elővenni. Igen, várj, de hát a rohadt játékmechanika, hazd meg. Kurva ijé. Kibasztak velem. Ijé, miért mi dújt? És itt lent van valami? Csöves. Szép, mondjuk. Rossz harcolak. Valami illegális biznisz. Pisztolylőszert találtunk. Volt a soci is. Jó, ez a lépcső fölfele. Itt ott a szép baby. De legalább a szépen még megvan. Ó, kurva jelenő válság. Faszom ebbe a napba. Nem vetted fel, vagy felvetted a pénzt? Felállt. És mennyi volt? 705 dodó. 705. 99.660 dollár. Bocs mindenért. Próbálj magát kihúzni, szegény, hogy igen. Valami tartás legyen. Ne üss bele, mert nagyon kevés HP-ja. Mi? Ne üss bele, mert nagyon kevés HP-ja. Egy perc vetted át, de már jól vagy az üzlet. Jó, de nem kell nyolni ennyire. Megeszem a seggedet. Igen. De Tam is megeszi az enyémet, ami nem jó. Na, megöljük ezt a csókát, aztán megyünk a kampánhoz. Jó van, gyújtsuk fel a picsával. Szerintem... Nem jó irányba megyünk. Nem jó irányba mész. Ó, ez most egy tök jó megfordulás volt. Ez most nem egy tök jó dolog. Mi, hogyha az volt a lényeg, hogy elbazd. Nem volt ez. De mindenki arra irányba megy, amerre te is vagy. Tehát, hogy nem ellenkező irányba. Érted? Ja, nem ellenkeznek velem, az nem. A baj. Úgy még a sürgesztenyést is bazd el.
Na, én azt mindig úgy szoktam csinálni ezt, hogy ha minden igaz, ott lent vannak, szóval oda le tudsz menni, és akkor ott kéne hepajkodnod. De nem kell. De innen elvileg pont el tudod őket találni egy Molotov koktéllal. Biztonságban. Nem sikerül. Jó, még egy próba. Ó, pont fejen találtam vele. Ez speedrun strat. Ja, speedrun strat. Kösz a pénzt és a mindent. Kicsit nem a harcolva. Már 108 dodó van. Ez szarul jött ki. Főleg neki. Inkább nem szállok ki a kocsiból. Inkább nem most foglaljunk boltot. Ajajajajajajaj. Tatárja szerintem azok így, hogy mondjam. Már kezd elegük lenni. Igen, kezd elég telni a faszuk velünk, az az érzés. Az érdekes, hogy mindig nincsen izé. Nem tudom, hol tehát a vendetta szint. Az Tom's Reportnál van? Hát viszonylag alacsony a tatárjáknak az izé idegesség szintje. Kettes szintet sem érték még el. Úgyhogy nem értem. Mögöttem vannak még? Zen alapján igen. Nem. Az autód labdá. Feketére gondoltam. De. Ez is össze van baszva, nézd meg. Szerintem mi mentünk bele. Az sincs kizáról. Miki, nem tiszteled a környezetet körül magadon kívül. Szerintem lassan mentsünk, mert ha bármi történik, nem akarom az öröget, akkor egy óra a felvétel veszik el. No. Jaj, passz meg! Azt hogy olyan volt nálam. Volt. Puff, és így beléd két centia, vagy megmutatom neki! Be fogunk halni, tényleg mi ki meg fogunk ödölni. Ez nem játék most már. Nagyon kevés a magnum lőszerünk sajnos. De nem jól célzva vele. Ez még él? Már nem. Nagyon sok lőszerünk van a Tomihoz. És kis pisztoly lőszer, csomó. Bízunk benne, hogy itt már nincs benne senki. Valaki beszólt? Miki, menjünk be, mert meg fogunk dolgozni tényleg most viccen kívül. Minimál bérem, hogy a bejelentő együtt. Basszál ki vele! Nem jött be. Mindenki gyönyörű. És ki kell hápajkodnom itt. Egy őt fizetted most le, nem? Nem. Itt van. Oj! Piros a HP. Én gyorsabb voltam. Oj! Oké. Hölgyem, meg lehet így csinálni. Neki is az ott, hogy engélye, hogy használni kell a fegyvert. Na, gyorsabban. Poppy McKeel. Ez van milyen számozás, hogy lehet indiai, vagy nem tudom. Mondjuk azt respekt, hogy ebben a korban női néger vezetőként... Egy ekkora klubot... Ja. Ez még a szegregáció kora volt. Bőven, sőt. Hű. 800? Ez 800-os. Ez nem személyes, ez csak üzlet. Ez szó szerint. Igen.
800 elég lesz szerintem, nem? Még 900? Nem, 850. 850, ott álljunk meg. Ó, oh, szegény. Mindig sajnálom őket utána, de egyszerűen így gyorsabb. Ez van. Gyorsabbak voltunk, bitch. De mint a... Western időkben. Ja. Aki gyorsabban kapja elő a fegyverét, az marad életben. Ez akkor a bullshit. Amúgy. Ez egy ilyen szabályokhoz kötötték ezt az egészet. A minden mi volt leírva, tehát hogy bármikor megszeghetted. Nem? Hát az hogy szeged meg, hogy te vagy a második leggyorsabb is. Te maradsz életben. Hát úgy, hogy nem odaáll szemtől szembe, hanem mit tudom én, sunyiban előved ott picsába, amikor alszik, vagy fürdik, vagy nem tudom. Érted? Hát ez tenni könnyen megvalósítható. Szerintem itt még lesznek. Bízunk benne, mert legalább nagyon kevés a HP-nk, és ha megmondjuk, akkor sokat vesztünk. Szerencsére nem volt normális. Oj, shot is viszont az... Oda soci kell, Miki. Puska kellett volna ez a melóhoz. Vagy nem? Így, annak kilőtted a helyrét. Jó. Hú. Ez elég komoly ellenállásba ütköztél azért, ezt meg kell hagyni. Gyorsan fizessük le. Most ha meg is ölnek, akkor is már az enyém. Zsír. De azért a széfét robbantjuk fel. Fú, de nagyon mér minket az ember. A frazban megint egy másik csapat. Nem tudom, hogy lesz nekem így. Hát ott van egy... hát... szép. Hoppá. Futi. Neki fusson az életér. Aki tud. Az kicsit szar helyre állt. Volt benne magnum lőszer is. Hát az is több, mint a semmi. Na, most már tényleg menjünk a izébe. Safe house-ba? A Corleone. Ha van safe house az út közben, akkor ezt nézzük már meg. Hát szerintem úton odafelé már nem lesz, de... Nézzük meg. Majd max előtte a, mi az első safe house-onk, ami kis Olaszországban, akkor először oda megyek. Jó. Mentek, aztán úgy megyek misszióra. Szerintem. Ajaj, ott egy tatáliás volt. Akkor futi. Igen. Valószínűleg igen. Vagy ha nem is tatáli, egy olyan ember, aki nem szeret téged. Ez gyanús. Na, ők vannak a barna öltönyökbe. Kúniók a kékbe, nem, Strácsik a kékbe, Kúniók a pirosba, a Bárzani meg a zöldbe. De milyen jó fejtőlök, nem? Hogy így ezt így eldöntötték maguk között, hogy mi ebbe a színbe leszünk, jó, mi meg ebbe, jó, cső. Igen, legalább abban kapcsolatban nincs rivalizálás, hogy kinek legyen a kék ez a kóért. Ja. Akkor átmennének színárnyalatokba, hogy a, mi magenta. A, nekünk világos kék öltönyünk van, de a sötét kék öltönyöseket utáljuk, mint a szart. De jó, de a népe front. Igen. Köpködős. Köpködős. Miki, anna volt szó, hogy Pokémon Sun and Moon-ról majd beszélsz, hogy milyen. Hogy be akarsz kezdeni, vagy röviden tömören összefoglalni, hogy valami ilyesmi? Azt tudod iszonyatosan mondhatod. Szóval, hogy persze jó karakterek vannak, meg a vége felé tényleg együtt megy érdekesbe, de igazából az idő nagy részében a történet inkább idegesítő, mint érdekes. Szóval, hogy
Főleg a játék eleje, az első óra, másfél óra az egyszerűen kínszenvedés, hogy kettőt lépsz, megint megszólít valaki, megint izé, van valami, oppá, filmtekercs, megint föltart a játék, belevigyorognak a képedbe, minden. Van-e egy szőke csaj, a Lili, ő gyakorlatilag csak arra van a játékban, hogy lassítsa. Szóval, hogy minden egyes csata, aminek a szemtanúja, mindig megjegyzi, hogy ő amúgy nem szereti a Pokémon csatákat, de mivel ez a te Pokémon csatád, így meg fogja nézni. És minden alkalommal elmondja, és tényleg ez a egyszer mondd el, bazd meg, és onnantól hallgassál róla örökre, de nem. Ő... Hoppá, ott is volt egy tekercs. Miki, nem ez a nő az, akiről beszélsz, aki gyakorlatilag a legnagyobb mém lett a Pokémon történelemben? Nem tudom most milyen mémről beszélsz. Hogy van egy Pokémon, ami nem akar belemászni a táskájába. Ja, ő az. Azaz, igen. És az most Twitteren konkrétan trending topic lett. Az annyira fölrobbantott az internetes. Pedig annyira kurvára nem érdekes azért. Mi az, ami tetszik a játékba? Szóval a világ, ez az alóla, ez a négy szigetből álló szigetcsoport, ez tetszik. Szóval ez a Hawaii szigetek alapján kitalált világ, ez én nekem nagyon bejövős. Nem tudom, hol járok most, mert milyen Hawaii vissza. Hawaii Dizsina fény. Pont elkezőjénben megyünk, úgyhogy itt meg is fogunk fordulni. Az bejövős, az alóla formák azok érdekesek. Bár nem tudom, hogy a későbbi játékokban fogják tudni őket beletenni. Mert még a mega evolúciók, amikhez nagyon nincs köze a 7. generációnak, azt is így post-game-be belerőszakolták, hogy amúgy ezzel is kompatibilisek vagyunk, csak hogy legyen ennek is értelme. De hogy a mit tudom én, ha lesz egy tényleg 8. generáció, ami rohadtul nem alulába fog játszódni, hogy abban hogy fogják belerakni az alula formákat, nem tudom, de fingom sincs. Max úgy, hogy mit olyan postgame-be el lehet menni valamelyik alul a szigetre, amiben beleerőszakolják az összes létező alul a formát, max úgy tudom elképzelni. Az alul executor az magasra lenne egy nagyon mindfuck. Így igazából egyet használtam a végigjátszás során, egy González nevű alul a retikétet. Mert a radatának annyira mexikóias bajsza van, hogy muszáj volt Gonzálesnek elnevezni, Speedy González után. Annyira nem nagy etvasz igazából, szóval olyan rohadt sokat amúgy ezek az allaforrak nem vannak a játékhoz, de érdekesek. Igazából olyan szempontból jók, hogy ha már tesznek bele új Pokémonokat, akkor inkább tényleg a régi Pokémonoknak új formáit, mert a Pokédex úgy működik, hogy akár a sima, akár az alolai Rattata van meg neked például, az ugyanúgy annak számít, hogy a Rattata benne van a Pokédexedbe. Szóval nem kell mind a kettő formának benne lennie, elég az egyik. De legalább az, hogy nem kell több gyűjthető szarság a Pokédexbe, hanem a bármelyik formája megvolt, akkor az megvolt. Az új Pokémonok, a starterek azok jók. Ezek a... nem feltétlenül tettem volna bele ezeket az ilyen védő Pokémonokat, amik így védik a szigeteket, meg ezeket a Ultra Beasteket. Szerintem ez már túl nem Pokémon nekem. Bár a Mega Evolúcióra is egyszer ezt mondtam. Donald Trump Pokémon. Ja. Akkor a... igazából az ilyen bosszok a... gymek helyett ezek a totem pokémonok, ezek az óriás változatok, ami mondjuk olyan szempontból nem is annyira nagy hülyeség, mert a animében is voltak olyan pokémonok, amik nagyobbak a fajtársaiknál, szóval ilyen épületméretű 2RP, meg ilyenek, azok voltak az animében is. Postgame content mennyi van benne? Hát a Battle 3, ami igazából visszahozzák Redet meg Blue-t a első generációs játékokból. Igazából ők az ilyen bosszai a Battle 3-nek, igazából még azon nem nagyon kezdtem el foglalkozni. Itt találkoztam velük, ahogy így elértem a Battle 3-t,
és akkor választanom kellett, hogy reddel vagy blue-val akarok összecsapni, én blue-val csaptam össze. Én számítottam arra, hogy mivel Blue-t állandóan összehozzák a Blastoise-a, hogy neki az volt a starter Pokémonja, hogy lesz neki mondjuk egy Mega Blastoise a csapatába, de nincs semmilyen Kanto startere. Szóval úgy voltak vele, hogy mivel nem egyértelmű, hogy melyik starterrel kezdett, amikor te játszottál, ezért inkább ne legyen benne egyik sem, ami szerintem kurva nagy fasság. Na, most viszont térjünk vissza egy kicsit, ez megint egy jelenetre utal a filmben, most nem New Yorkban vagyunk, ez az egyetlen misszió, ami nem New Yorkban játszódik, hanem Hollywoodban, Los Angelesben. Van a Vito Corleone-nek egy keresztfia, a Johnny Fontaine, és ez a nagy menő producer, ez utána mint a szart, és meg akarja akadályozni, hogy ő megkapjon egy fontos nagy filmszerepet, és azért jött ide a Tom Hagen, hogy egyezkedjen vele, és mivel nem járt sikerrel, ezért jön a B-terv. Mi?